ünnepben megjelent vendégeinket, a fogvatartottak hozzátartozói, egyházak képviselői, a munkánkat segítő civil szervezetek, intézmények, jelenlévő vezetői, tagjai, az önkénteseket, kollégákat és a sajtó képviselőit. Rendhagyó karácsonyváró programot kínálunk mai önöknek. Dickens Karácsonyi ének című művét fogják látni és hallani a fogvatartottak átdolgozásában és előadásában. A most színpadra lépő szereplők idén másképp készültek a karácsonyra, mint falakon túllévő embertársaik. Nem harcoltak parkolóhelyekért a bevásárlóközpontok mély garázsában, nem tülekedtek a plázákban, nem töltöttek egyetlen fillért sem, és még csak a csomagolással sem kellett bajlódniuk. Ehelyett szöveget tanultak, próbáltak, gyakoroltak, izgultak, hogy mindennél szebb, különlegesebb és értékesebb ajándékot nyújtsanak át most önöknek. Ötletben, amely a Simon és Máté cég irodája. A két cég tulajdonos közül már csak Simonban életben, de az üzlet ajtaja fölött még mindig ott díszelek mindkettőjük neve. A céget egyszerűen így ismerik, Simon és Máté. Egyszer az évnek valamennyi áldott napja közül éppen karácsony estéjén, a B. Simon szolgoskodva ült az irodájában. Hideg, zord, kalapos idő volt, még hozzá közös is. Egyedül akarok maradni. Az előbb említett intézményeket támogatja az állam. Aki rászorult, menjen oda! Sokan nem mehetnek oda, sokan pedig inkább meghalnának, mint hogy önöket ügyenek. Ha meghalnának, akkor halljanak meg. Ezzel is csökkentik a fölösleges intézményeket.